Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látják. Tartsanak velünk! Selyem Mártonra emlékezünk, munkássága, hagyatéka példaértékű. Hölgyészi Székely Körtánc csoport, 70 táncossal a székely kultúráért. Potápi Árpád János, kerekasztal beszélgetés. A Kismányoki Székely Porta létrejötte, a bukovinai székely temetők felújítása és emlékművek állítása is a nevéhez fűződik. Selyem Mártonra emlékezünk, és munkásságát idéztük fel. Kaptam egy telefonhívást. Keresett engem a Bálint Ambrusné Piroska néni Tolnamözsről. Annyit mondott, hogy Andrásfalvára megyünk, emlékművet avatunk, a programfüzet kész van, te és a testvéred fogtok énekelni, majd az emlékmű avatásán. És akkor megkérdeztem, hogy hogy is, mi fog történni? Andrásfalva, emlékmű avatás a temetőbe? Hát ebben benne vagyok, ez tetszik, ez az ajánlat és ez a történés tetszik. És akkor hogy van ez? És akkor összeültünk, és megszerveztük, hogy akkor mit fogunk énekelni, hogy fogunk oda kiállni, és mi fog történni, és egyáltalán megbeszéltük, hogy most mi ez a kezdeményezés. Így indult, tehát a Piroska néni nevét mindenképpen meg kell említenem, és akkor itt kezdődött 2011. október 15-én 57-en, mert egy nagy buszra szálltunk, elindultunk Bukovinába, 16-án, október 16-án farkasordító hidegbe emlékművet avattunk. Előzőleg részt vettünk egy ortodox templomi szertartáson, ahol a Andrásfalva népe gyönyörű helyi viseletbe öltözve a saját lobogóikkal, a saját keresztjeikkel, a fél falu felvonult velünk, a polgármester úrral, a vezetőséggel, és egy nagyon megható és nagyon szép emlékműavatás volt. 2011. október 16-án Andrásfalván. Hát utána pedig az történt, hogy ezt a dolgot a Piroska nénő a koránál fogva úgy teljesen a Selyem Márton nevé kezébe adta, a Márton kreativitása miatt, a ráteremettsége miatt, a kapcsolat, jó kapcsolatteremtő képessége miatt, és így 2013. november 13-án alapítvány formájában működhetett ez a dolog tovább. Továbbra is aktív támogatója, résztvevője volt a Piroska néni, meg kell említenem. A Selyem Márton egy nagyon kreatív, rendkívül megnyerő személyiség volt, aki nagyon könnyen alakított ki kapcsolatokat, mindenhol megkedvelték, nagyon tisztelték, és bárhol megjelent egy kérése, bármelyik bukovinai faluba, a kérésének a vezetőség azonnal mindennek eleget tett, és minden engedélyt megadtak a kéréséhez. Mert elmondása szerint édesapja valamikor azt mondta neki, hogy édesfiam, ha egyszer megteheted, én nekem 7 testvérem nyugszik az Andrásfalvi temetőbe, állítsál egyszer nekik egy emlékművet. És innen indult ki a dolog. De hát ugye a legelején milyen címszó alatt, tehát akkor a Tolnamözsi Székelyek Baráti Szövetsége meghirdetésével indult, de hát a Márton hadhatós közreműködésével. Aztán hát meghívtuk ugye megalakult az alapítvány, román tagjaink is vannak, Andrásfalva főpolgármestere volt, a jegyzője, és az alpolgármestere, és a templomi képviselője. És meghívtuk őket Tolna megyébe, körbevezettük őket a völgység, a Bukovinából ide a völgységbe telepített székely falvakba,
ahol mindenhol nagyon nagy szeretettel, tisztelettel várták őket, úgyhogy és azt mondták, hogy hát álmukban nem gondolták, hogy ennyien tudnak majd románul beszélni a magyarországi székely falvakba. Úgyhogy igen nagy szeretettel fogadtuk őket, a Kakasdi faluházban nagyon nagy rendezvényt rendeztek a tiszteletükre. 2014. június 9-én ismét ment a kis csapatunk, nagy busszal, autóval is jöttek utánunk, és avattunk Isten segítsbe és Hadikfalván. Csodálatosan szép ünnepségek voltak a helyiek szintén, lobogókkal, helyi népviseletbe, előtte Isten tisztelet volt, ahol megkértek, hogy imádkozzunk, magyarul énekeljünk, ami szokás, ami vallásunk szerint. Nagyon pozitívan állt hozzá a pópa, a lakosság, jöttek velünk föl a Kopachegyre, nagyon szép ünnepi beszédet mondott az ortodox pópa, részt vett rajta az Andrásfalvi főpolgármester úr, alpolgármester úr, és nagyon jó barátságok köttettek. Itt el kell mondanom, hogy Isten segítsben a pópa úr elkérte a magyar lobogót a Selyem zászlótól, mert mindig is szeretett volna egy lobogót, és kirakta az Isten segítsi templom szószékére, és azt mondta a híveknek, hogy ez az zászló itt marad, és kész. Magyar zászló, mivel hogy magyarok építették ezt a templomot, innen magyarokat telepítettek ki. Ez a zászló itt marad, azóta is ott van, Isten segíts templomában a magyar zászló. Selyem Márton ajándékozta Selyem zászló. Aztán hát utána nagyon nagy ünnepséget szerveztek, ugye, tehát mind az öt falu papját, polgármesterét vendégül látta a csapatunk, igen jó hangulatú események voltak, nagyon pozitív fogadtatással. Aztán következett 2016, ismét hirdetünk, emlékművet avatunk, Fogadj Istenbe és Józsefalván. És hát a Radóczi szállásunkon, hát beöltözve népviseletbe a kis csapatunk, mert az utasok is beöltöztek, egyszer csak érkezett egy magas, idegen emberke, kezét csókolom, jó napot kívánok, bemutatkozik, és a csapatunk után jött Csíkszereda főkonzulja, magyar konzul. Azt mondja, olvasta a hirdetést, és nem tudta, és kíváncsi volt rá, hogy mi ez a magyar megmozdulás. És ő aktívan részlet, ő is részt vett az eseményeken, készült, tehát a történelmünket tudta, ő is elmondta a beszédét az emlékműavatásokon, a Márton is elmondta, nagyon pozitívak voltak a hozzáállások. Itt még Fogadj Istenbe meg kell említenem, hogy Barta Zsolt atya jött erre a két avatásra a csoportunkkal, és hát az ortodox papot, a helyi papot megkérte, egy magyar doktornő, meg kell említenem a nevét, Klára Happencsuk, Adriana Klára Happencsuk, ő egy brassói magyar nő, de Szucsáván orvos, és ott volt a csapatunkkal, és nagyon támogatta, és hát megkérte a pópát, hogy engedjen be, hogy a Zsolt atya tartson egy katolikus misét, tartott, áldoztatott, és akkor vonultunk emlékművet avatni ugyanúgy, tehát a Márton és a főkonzul úr leplezték le az emlékműveket. Aztán még másnap mentünk, tehát ez volt május 12-én, 2016. május 12-én, 2016. május 13-án másnap Józsefalvára mentünk. Hát ugye ott igen komoly baráti kapcsolataink vannak, meg kell említenünk Radatán Radut és Danielát, a feleségét, aki a mai napig nagyon becsületesen, tisztességesen gondozzák, kaszálják, rendbe rakják a magyar temetőket, nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki, a Mártont nagyon szerették, nagyon tisztelték, el is jöttek hozzá Aparhantra, tiszteletüket tették a Márton családjánál és a Márton sírjánál a sajnálatos távozása után. És hát valahol itt nem ér véget a történet, most történik az, hogy hát ami a Márton elképzelése és tervei voltak,
hogy hát csinálni az emlékművek és a kopiafák köré egy olyan terepet, ahova egy csoport, aki megy, oda kell tudjon normálisan fényképezkedni, ne térdig érő, hónaig érő gazba, mert ugyanis nem lehet hetente ott kint kaszálni, mert 1000 kilométerre vagyunk. És akkor hát most egy nagyon pozitív esemény történt idén februárban, tehát 2024 februárban a Hadikfalvi emlékműt és a emlékművet és a két kópiafát körül nagyon szép térkövezés jött létre Márton távozására, tehát erre nem találunk szavakat, ez döbbenet. Ez az ember tele volt életkedvel, vidámsággal, minden dologhoz pozitívan állt hozzá, ő neki a pohár félig mindig tele volt. Nagyon jó kapcsolatépítő, kitűnő kapcsolatépítő volt, humoros volt, kiváló szervező volt, és egy kiváló ember, és egy nagyszerű székelyt vesztettünk el sajnos. A távozásával hát hatalmas űr maradt itt sokunkba, sok barátba, és nagyon szorgalmazta ennek a székelyháznak a létrejöttét, oroszlán részt vállalt belőle, akár az építkezésen, akár az anyagbeszerzéseken, és nagyon szorgalmazta a bukovinai székely hagyományokat, akár a folklor részét támogatta, aktívan részt vett, és hát egy igazi ízig-vérig csupaszív székely ember volt. A Márton, Sejm Mártonnal kötött barátságról mondhatom, nagyon jó, egyik legjobb barátom volt, sajnos elvesztettük. Én ugyanazt alá tudnám támasztani Gizit, hogy nagyon jó szervezőkészsége volt, barátságos ember, humora volt, könnyen tudott kapcsolatokat teremteni, és valahogy nagyon megtaláltam a kapcsolatot vele, ugyanis hát én Kakasdi révén ismertem a székelységeket, a feleségem is székely származású. Ezen kívül vállalkozó volt, tehát volt arról is beszélni valunk. Én sok hetet együtt töltöttem vele, egy helységbe, egy hát úton, de itt Aparon is sokszor meglátogattam ő engem, amikor ment Gizihez egyeztetni a terveket, meg egyebeket. Én nagyon szerettem a Mártont, nagyon jó barát volt, és ezt nagyon sokan el tudják mondani, hogy olyan ember volt, aki jó kapcsolatteremtő, amit már említettem, és meg tudott győzni sok ember sok mindenről, és nagy űr az ő nem létezése. Olyan személyiséget ismertem meg benne, ami hihetetlen energiával, és ugyanakkor nagyon jó indulattal volt tele, és valóban nagy űrt hagyott itt, ahogy elment, hiszen tulajdonképpen ez az épület, a porta, a székely porta nem jöhetett volna létre az ő munkája nélkül. Tehát ő rá mindig számíthattam, mert ő volt mindig itt legelőször. Olyan nem történt szinte meg, hogy én várnom kellett reggel, hogy a Marci még nem ért ide, mindig ő várt rám. A csikdánfalviakkal összeismerkedett, ugye, és akkor ezáltal én is sikerült nekem is egy kapcsolatot teremteni, és hát ők segítettek abban, hogy itt ugye a fát beszerezzük, hiszen a Hargitáról lett hozva a fa, a zsindely, ki is mentünk, együtt mentünk ki az ottani ismerettség által nagyba sikerült ezeket mind elérni. Tehát nagyon sokat, és ugyanúgy itt is nem csak anyagilag támogatott, hanem tényleg támogatta ezt a munkát, hanem mindig a kétkezei munkával, tehát hozzájárult ahhoz, hogy felépülhessen. És a jó ötletei voltak, nehéz volt vele összeveszni,
néha-néha azért sikerült, de mindig megbékültünk, mert hiszen ő is egy jellem, karakter, én is, mindenkinek van hibája, de úgy gondolom, hogy kiegészítettük egymást, és így létrejöhetett ez a szép épület, épületek. És hát az emlékét meg kötelességünk megőrizni, mert úgy gondolom mintaként is a bukovény székelyek elé lehet állni, mint embert, mint azokat az értékeknek a megőrzését, ami tényleg számára nagyon fontos volt. Ez mint a mindenki számára példamutató. És hát bízom benne, hogy valóban azok a kincsek, amelyeket létrehoztunk, amelyeket együtt sikerült is a közösséggel, akik részt vettek ebbe a munkába, az sikerül megőrizni, bővíteni, és tényleg hosszú időig példaként és mindaként lássák a fiataljaink azt, hogy tényleg egy nagyon gazdag népcsoportról van szó. A Hőgyészi Székelykör 1998-ban alakult, és az Egyesületen belül működő néptánccsoportot Herceg Gábor 2007 óta vezeti. Vele beszélgettünk az eddig folytatott munkájáról, a csapat eredményeiről és jövőbeni terveikről. Amikor elkezdtem itt táncolni, akkor egyértelműen egy lány miatt történt ez, és akkor utána meg megszerettem a közösséget, megszerettem ezt a települést, megszerettem a bukovinai székelyeket, és ide kötött. A székelykörnek az elnöke Csöglei Istvánné, én a táncsoportnak vagyok a vezetője. Hát unszolás árán lettem, én nem akartam ilyen felelősséget magamra vállalni, de aztán egy bál hajnali óráiban az elnök asszony meggyőzött arról, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, a közösség táncos tagjai pedig elfogadtak. Sok helyen táncoltam az életem során, sok mesterem volt, illetve amikor már valamit megtanultam, akkor nagyon sokat videóztam otthon archív felvételekből, és önképzést folytattam. Körülbelül 70 táncossal dolgozunk most itt Hőgyészen, ennek a fele a kisbokrétás utánpótlás csoport, a másik fele pedig a nagy együttes, és hetente egyszer próbálunk minimum, de vannak olyan rendkívüli alkalmak, mint a mai is, amikor egy héten kétszer is, hogyha éppen van egy felkészülés valami nagyobb fellépésre. Most például hétvégén Izményben megyünk, vasárnap a bukovinai székely gyermekcsoportok találkozójára, ezért most a kisbokrétásoknak egy rendkívüli próbát hoztunk össze. Egy-két hátravár! Egy műsorszámot kértek, egy műsorszámot viszünk, ez egy körülbelül 15 perces szám, legényavatás címmel, tudják már a táncosok, csak most még gyakorolni kell. A nagy együttessel, illetve a kisbokrétások közül egy-két fiatalabb táncossal Csíkszeredára fogunk elutazni az Ezer Székely Leány napjára júliusnak az első hetében, az mindig első szombatján van júliusnak, úgyhogy az egy kihívás lesz számunkra, de egy jó közösségi élmény is, 6 napot fogunk ott tölteni Erdélyben. Csíkszentkirályra megyünk, ott van egy baráti közösség, egy táncsoport, akikkel jó kapcsolatokat ápolunk, és ott fogunk lakni Csíkszentkirályon 2 panzióba, mert 48-an utazunk egy nagy busszal, és Csíkszeredán az Ezer Székely Leány napján lovas szekerekkel fogunk megjelenni, amit kapunk ott az erdélyi fiataloktól, és elvileg a csíksomlyói nyerekben a nagy színpadon táncolhatunk egyet, 1000 székely lány között lesznek a mieink is.
Az a szerencsés helyzet van, hogy most eljutottunk már arra szintre, hogy vannak komplett családok az együttesben, ahol a gyerekek a kisbokrétába, a szülők pedig a nagy együttesben táncolnak. És akkor ez egy közös élmény, egy kis mikroközösség erősíti a nagy együttesnek is a munkáját. Ó, hadd halljam azt a lépőt, nem sietünk fel! Háj, nem sietünk szépen nyugodtan. Egy, két, háj. Egy, két, ne húzd fel, egy, két. Tehát a nagy együttesben több a vidéki táncos, de a kisbokrétások, a gyermekeknél ott elsősorban hölgyészek tartózkodnak az együttesben. Van, aki Budapesten tanul, Budapesten dolgozik, hétvégén jár haza, ezért mi általában hétvégén, szombaton gyakorlunk. Ez egy rendkívüli alkalom, hogy most itt vagyunk kedden. A nagy együttesünk az már négyszeresen kiválóra minősült országos minősítő színpadon, ezen kívül Muharai díjjal és Sebestyén Ádám díjjal is büszkélkedhet, illetve hölgyészért érdemérmet is kapott már, úgyhogy elég jó az együttes elismertsége. A viseleteket azokat az kell anyagi forrás, hogy azok előteremtődjenek, főleg amikor 70 táncos kell felöltöztetni, de szerencsére megvan erre a hátterünk, anyagi hátterünk, és hát a nagy együttesben a felnőttek már fel tudnak öltözni maguktól, a kisbokréten sokat azokat öltöztetjük, de ezáltal az öltöztetés során egy csomó olyan tudást és képességet szereznek, amik egy idő után őket is alkalmassá teszik arra, hogy maguktól belebújjanak ebbe a viseletbe, és megtanulják ezt a viseletet viselni, hiszen ez a lényeg, hogy ezt viselni kell. Én azt gondolom, hogy a nemzeti értékeknek a képviselete és azoknak a megőrzése, ez minden magyar ember számára fontos kell, hogy legyen, és a mi kezünkben van az a lehetőség, a mi korosztályunknak és a mi felnőtt együttes táncosainak a kezében van az a lehetőség, hogy ezeket a kis gyermekeket megtanítsuk a nemzeti értékekre, a magyar kultúrára, illetve a bukovinai székelyek kultúrájára, hiszen mi elsősorban azt képviseljük. Régebben ezek a dolgok maguktól öröklődtek, annak idején a táncos alkalmakban a kisgyermekek a szülőktől, nagyszülőktől, felnőtt emberektől ellesték a tudást, a képességet, a motivumokat, ellesték a gesztusokat. Ezek a táncos alkalmak most már egyre kevésbé vannak, helyette vannak ezek a táncpróbák, ahol figyelnek minket a kisbokrétások. Nagyon sokszor tartunk közös próbákat velük egyébként, mert nézik, hogy a felnőttek hogy mozognak, hogy táncolnak, hogy viselkednek. És ezáltal szerintem az érték áttöröklődik, és az a legfontosabb. Oda teszem forró! Egy-két hátradár! A bukovinai székelyek kultúrája erősebb, mint valaha. Mindez annak is köszönhető, hogy az idén 35 éves bukovinai székelyek országos szövetségének tagegyesületei áldozatos munkával tartják életben hagyományaikat, valamint az együttműködés soha nem volt ilyen szoros a térségben élő más népcsoportok és nemzetiségiek között. A nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Tolna vármegye második számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjével beszélgettünk a néhány napon belül sorra kerülő választások kapcsán. Aktív és lelkiismeretes munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a térségben a bukovinai székely kultúra ilyen erős módon jelenjen meg és éljen. Továbbá a különböző kultúrákat, nemzetiségeket képviselők között az együttműködés sem volt még soha korábban ennyire eredményes. Mindig is éltek, bár kisebbségben, az én választókerületemben is, legalábbis annak a keleti részén a magyarok kisebbségben voltak a németekhez képest, de a magyar lakosság mindig is itt volt ebben a választókerületben. Az 1944-45-ös népesség mozgásnak is köszönhetően, illetve az azt követő felvidéki Csehszlovákiából történő kitelepítéseknek köszönhetően nagyon jelentős számú székely lakosság került ide, elsősorban bukovinai, de erdélyi székelyek is, illetve azt követően felvidékről kitelepítettek, érkeztek, úgyhogy ilyen népcsoportok élnek ma is ebben a választókerületben. A népcsoportok, nemzetiségek között az összhang vagy az együttműködés most már jó néhány évtizede szerintem teljes körű és teljesen pozitív módon állnak egymáshoz. Az egymás kulturális és egyéb más társadalmi megmozdulásain, ünnepein
a hagyományok megőrzése területén mindannyian ott vagyunk, és ezt segítjük. Szerintem nekem képviselőként is egy nagyon fontos feladatom az, hogy ezt a munkát tudjam segíteni. Az elmúlt néhány évtizedben én mindent megtettem annak érdekében, hogy a nemzetiségiek is azt lássák, hogy nem csak székelyként a székelyek érdekében tevékenykedem, hanem igenis odafigyelek arra, hogy a nemzetiségiek is a hagyományaikat, szokásaikat, a nyelvüket, az iskoláikat, óvodáikat meg tudják őrizni, és azokat tudják fejleszteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látták. Viszontlátásra!